Vasvár megyében volt eddig az idei évben a legkevesebb szabadtéri tűz az országban, de így is többször kellett vonulniuk a tűzoltóknak az utóbbi időben emiatt. Az elmúlt időszakban végeztünk egy statisztikát, amely kimutatta, hogy 61 szabadtéri tűzesethez riasztották a Vasvár megyei tűzoltó egységeket. Ezek során több mint 70 hektárnyi terület semmisült meg. Ezeknek fele erdő- és mezőgazdasági területen keletkezett, és aratással összefüggésben is volt több tűzesetünk. A statisztikák arra is kiterjedtek, hogy az ilyen mezőgazdasági tűzesetek során volt olyan, amikor gépek is megsemmisültek, egy kombájn és egy traktor égett ki ezek során, a tűzesetek során. Június végén Urai Újfalu külterületén 35 hektárnyi lábon álló gabona semmisült meg egy tűzeset következtében. A lángok a közeli erdősáv ajnövényzetére is átterjedtek. A vármegye minden területéről érkeztek ide tűzoltók, az oltásnál erőgépeket is bevetettek. A héten két szabadtéri tűzeset történt, az egyik Rábapatyon, a másik Kenyeriben. Mindkét helyen tarló égett. A tűzoltókat itt is nagy gépek segítették. A mezőgazdasági szakembereknek azt szoktuk ajánlani, hogy folyamatosan a munkavégzés megkezdés előtt, valamint az közben is ellenőrizzék a gépeiket, így többek között a kipufogó rendszernek az illesztéseinél figyeljenek oda, hogy ez rendben legyen az illeszkedés, ugyanis egy kipattanó szikra nagy tüzeket okozhat. Emellett azt szoktuk tanácsolni, hogy tankolást az soha ne a mezőgazdasági területen végezzék. Figyeljenek oda, hogy a kenőolaj és üzemanyag rendszerek is jól működjenek, valamint a gépeket minden munkavégzés befejeztével tisztítsák ki, és javasolni szoktuk a porraloltó tűzoltó készülék meglétét, amellyel a kezdeti tűzesetek megelőzhetőek. Az autóból kidobott cigarettacsík száraz időben könnyen lángra lobbantja a tarlót, az árokparti növényzetet. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy a csíkeket össze kell gyűjteni, és később a szemetesbe dobni.